Annak érdekében, hogy az üzemanyag takarékosság terén megőrizzük vezető pozíciónkat, a Renault Trucks újabb adóval lépett elő. Ez az OptiDriver Plus robotizált sebességváltóval ellátott Magnum és Premium DXi Euro 5-ös típusokra szánt Optirol csomagból áll. Az Optirol csomag három funkciót lát el. Az Optirol funkciót, egy új sebességszabályozó rendszert, aminek Soft Cruise a neve, valamint a Power üzemmód tiltását. Az Optirol működtetésének célja a motor eredendő fékező hatásától való függetlenítés. Ez egyszerűen a hajtáslánc mechanikai megszakítását jelenti, melyet az OptiDriver Plus robotizált sebességváltó elé elhelyezett relé vezérlésével érünk el. Az Optirol funkció a sebességszabályozóba van beépítve. Ennek két oka van. Az, hogy az ügyfeleink számára üzemanyag megtakarítást biztosítsunk, és az, hogy a gépkocsi vezető számára egy egyszerű és kényelmes működtetést biztosítsunk. Az új típusú sebességszabályzás a DXi 11-es motorizáció számára egy igen gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé. A megoldás egyszerű. Egy adott sebességfokozaton belül egy 2 km per órás enyhe sebességcsökkenést engedélyez a DXi 11-es motornak, ami a DXi 13-as motor esetén 3 km per órás engedélyezett sebességcsökkenést jelent. Ez üzemanyag megtakarítást eredményez, ami az enyhe sebességcsökkenésből adódik, valamint abból, hogy a rendszer mindig megkeresi a legtakarékosabb üzemmódot is. A Power üzemmód megváltoztatja a sebességfokozatok közötti váltások stratégiáját. Amikor átlépjük a gázpedál lenyomásakor a kemény pontot, akkor visszakapcsolást, illetve a motoron magasabb fordulatot fogunk tapasztalni. Ez nagyobb menetdinamikával jár ugyan, de ugyanakkor némi fogyasztás növekedést is feltételez. Ahhoz, hogy célirányosak legyünk, kiiktattuk ezt a funkciót az Optirol csomagból annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges túlfogyasztást. A hasonló konkurens megoldásokkal szemben az Optirol funkciót két pontban határoztuk meg. Először is a funkció csak sebességszabályozott üzemmódban érhető el, vagyis ezen kívül nem léptethető üzembe. A második szempont az, hogy a szabályzási tartomány plusz 7 és mínusz 3 km per óra tartományok között lett rögzítve a választott sebességfokozat függvényében. Ez a tartomány annak érdekében lett megállapítva, hogy egyszerűen biztosítsa az ügyfeleink és a gépkocsi vezetőink számára az üzemanyag takarékos, kényelmes és egyszerű üzemeltetést. Természetesen az Optirol csomag által nyújtott megtakarítás függ az útviszonyoktól, a jármű leterheltségétől, valamint az utazó sebességtől is, amit a Cruise Control használatával állítunk be. A mi becsléseink szerint az Optirol csomag 0,9%-ig teszi lehetővé az üzemanyag megtakarítást a Premium Route típuson, és 1,2%-ig a Magnumon.